Szent Márton ünnepnapjához számos népszokás, néphit kapcsolódik, melyek egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közelettéhez kötődnek. Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evésivást rendeznek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. És a családon is tánccal, mulatsággal és vigalommal ünnepelték a Márton napot. A Bíber János Általános Iskola pedagógusai a szülőkkel karöltve Márton napi batyús iskolabált szerveztek. Bálint Márta iskolaigazgató nyitotta meg a bált, majd az iskola diákjai zenés műsorral köszöntötték a vendégeket. Nagyon örülök ennek a rengeteg tombolának, ami összejött, ennek a rengeteg felajánlásnak, a süteményeknek, terű-terű asztalkán van kint a másik teremben, és ilyenkor ez úgy megbelengeti a szívemet, hogy jó tudni, hogy az iskola és az iskolás gyerekek, nem csak az első-másodikosok, hanem a kiskamaszok is, meg a nagykamaszok is fontosak, a szülőknek is, pedagógusoknak is. Örülök neki, hogy ilyen szép számmal és ilyen szép felajánlásokkal megvalósulhatott ez az iskola bál. Sárközbaráti baráti körben már 2011 óta évről évre megtartják a Márton nap hagyományát. Idén is muzsika szóval, tánccal, jó hangulattal várták az érdeklődőket. Doctor, how you doing? Doctor, Hugo.
Ígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor. Kiről? A doktor buborról. Dörhög a harcsa, reumás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichalagos. Beszél majd az utókor. Kiről? A doktor buborról. Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak úgy rektor úr ő, ahogyan én arvos. Beszél majd az utókor. Kiről? A doktor buborról. Beszél majd az utókor, doktor buborról.